Köszöntöm Önöket, mai vendégem a női szakaszban Baucsek Norbert, aki egy nagy budai fitness teremnek a vezetőedzője. Örülök, hogy itt vagy, köszöntelek a műsorban. Köszönöm, hogy meghívtál. Azért is hívtalak meg egyébként, mert gyakorlatilag ebben a műsorban egy csomó színész, énekes, mindenféle művész emberek jöttek már hozzám, de igazából én kifejezetten sportember még nem is volt nálam. És szerintem egy csomó érdekes dolgot tudsz mondani majd a nézőknek. De először is szeretném, hogyha egy kicsit megismernének téged, és aztán majd kérek tőled tanácsokat, jó. Hogy hogyan nézhetnénk ki jobban. Szóval te már 7 éves korodban elkezdtél tornászni. Azután a táncvilágában is belekóstoltál. Hogy jön egy 7 éves fiúnak az, hogy ő tornászni szeretne, mikor a legtöbb fiú általában focizni akar menni, meg stb. Ilyen fiús dolgokat csinálni? Hát igen, ez bennem is megvolt, viszont mi négyen vagyunk testvérek. Nővérem, bátyám, húgom van, és anyuék úgy gondolták, inkább apu, hogy tornázni menjünk elő, és annak idején mindenféle sportot űzött, de szerintem neki is torna volt az alapja. És a legegyszerűbb volt 4 gyereket megfogni, bevinni egy közösségbe, és akkor este értem menni. Tehát most 4 gyereket szanaszét abban az időben nem nagyon lehetett. Akkor végülis a nővérének is köszönhetett, vagy a nővérének, nem, gondolom a lányok miatt ezt mentetek a torna apu irányába. Ja, apu miatt, ugye ő is kézen állt elég sokáig, tehát ilyen 70 éves koráig még simán meg volt neki a szuplé kézenállás. Neki ez ilyen szívügye volt, hogy tanuljunk meg mi is. De amúgy ez tényleg egy ilyen alap, a mozgásoknak ez egy ilyen alapja a torna? Hát nagyon. Tehát, ilyen... tehát a tornában az egész testület, a kislábújattal, a fejedbúbáig mindent meg kell tudni külön mozgatni. Uh-huh. Tehát kézenállás egy annyira összetett, bonyolult dolog, bár ha valakit megnéz, akkor kézenállás jól néz ki, de ha kipróbálod, akkor egy nagyon összetett dolog. Tehát ezt meg kell tanítani, és az ember a testének ilyen tudatosságot elér, utána felnőttként már sokkal könnyebben nyúl bármilyen sport. Ez nekem mondjuk szerencsém is, tehát bármihez nyúltam későbbiekben, mindennek a torna volt az alapja, sőt sok mindenben a tornához nyúltam vissza, tehát tudtam újdonságot belevinni mondjuk a táncba, akrobatikus rock'n'rollba, a tornába tanult elemeket, ami a Rockyban például nem volt ott. És akkor te 7 évesen, tehát ez tetszett neked? Nekem nagyon. Tényleg, de jó. Hát 40 lány, a bátyám, ja, meg én, igen. Meg egy-egy fiú, hát én szerettem nagyon lejárni. Lajos bácsi bele is égett az emlékeimbe, 81 néhány éves edzőnk. Imádtuk, nagyon szerettünk hozzájárni, nagyon, nagyon jól tanított, olyan mindenünk volt, meg hát a társaság, tehát én nagyon szerettem. És akkor hány évig csináltad hat. Ezt? 6 évig. Hat és utána... évig. Ott is azért hagytam igazán abban, mert ez akrobatikus torna volt, tehát nem a szertorna. Akrobatikus torna ma egyébként elég nagy divat lehet a neten sok mindent találni róla, ahol csoportosan, mi mondjuk akkor 2 vagy 3 voltunk, csak most már csoportokban csinálják, és akkor egymásnak dobálnak mindenféle szaltókat. Tehát ilyen koreográfiát csinálnak. Talajon zenére koreográfia. Viszont ugye mivel kevés fiú volt, és ez páros, ezért egy lány emelt volna engem. Ez annyira nem lett volna vicces, ahogy én meg elkezdtem nőni, már nem volt kiemelje, nekem kellett volna emelni valakit. Fiú partnerem nem volt. Úgyhogy a végén abba hagytuk tulajdonképpen mindannyian. Akkor igazából emiatt hagytad igen, abba, mert nem volt? Igen, a nővérem meg a húgom, ők párosban versenyeztek évekig, aztán lett belőlük egy trió, és én meg csak lejártam, és nem tudtam kibontakozni. Aha. A bátyám közben elment focizni, ugye, ő nem volt olyan kitartó ezen a területen, meg ő maradt a fiús dolgoknál, de hát egy kicsit sem bántam, mert nekem a zene, meg ez az egész annyira... Igen, mondjuk az jó, legalább zenére megy, és akkor az azért minden gyereknek tetszik. És akkor ezután jött a tánc? Ez hogy ezután jött a foci. Képbe? Jött foci kicsit, is? Persze, igen? Én 16 féle sportot csináltam, a torna és az aerobik között. Tehát ott én, amivel lehetett, belekóstoltam, imádom a labdajátékokat. Egyszerre 3 féle sportot űztem a suliban, mert mindenhol ugye heti 1 vagy 2, maximum 3 foglalkozás volt. Nekem meg egy nap kellett 2, mert nem bírtam lekötni magamat annyira hiperaktívan, csak a sport. Emlékszem, nem tudtam az asztalnál megmaradni, mert ahogy kanál leves már raktam le, és már mentem ki. Aha. Tehát én sosem voltam egy helyben ülő. De amúgy szerintem ez jó is, nem, hogy egy gyerek ennyiféle sportot kipróbál, mert mindegyikbe kicsit belekóstolsz, hát tudod, hogy milyen, és akkor aztán tudod, hogy én az egész életemet így élem, hogy mindent kipróbálok, kíváncsi vagyok, nyitott vagyok, és aztán egyre inkább tudom már, hogy ki vagyok, mi jó nekem, vagy mi az, ami csalódás, mi az, ami tévút. Uh-huh. Van, aki eltölt egy rossz pályán akár éveket, évtizedeket, mire rájön arra, hogy ezt ő nem is szereti, csak csinálja valamiért. Szülői kérésre, vagy valamilyen megfeleléskényszerből, vagy félelemből. Te meg akkor gyorsan mindent. Én meg tovább, mindent. Ez nem jó, megyek tovább. És hagytak. Tehát ez annyira jó, hogy a szülők meghagytak. Ők sosem mondták azt, hogy ez a jó, vagy ezt csináld. Ők
mondták, hogy amit szeretnéd csináld, amiben tudtak, segítettek, és... De különben tudod, sokszor olyan is van, hogy egy gyerek elkezd valamire járni, és mondjuk a harmadik óra után megunja, de a szüleik mondják, hogy de csak azért is járjál, és a végén mit tudom, hogy világbajnok lesz, mert hogy jó, nekem is voltak az időszakok, tehát volt, amikor azt kívántam, hogy bár eltörne a lábam, és akkor nem kéne mennem edzeni. De mivel négyen voltunk, vagy később hárman, egy valaki mindig menni akart, és akkor mivel a szülők vitték, tehát így azért könnyű, akkor van húzóerő. Igen. Ha egyedül lettem volna, könnyebben abba hagyom, vagy a szülők is könnyebben mondják, hogy jó, van, maradj itthon. Mint hogyha más tesó menni akar, akkor most nem maradjunk itthon, ugye én miattam. Igen. Úgyhogy ez így volt jó. És akkor hogy jött a tánc? A sok sport kipróbálása után. Hát a zene. Nekem a zene imádat. Én nekem a zene megszólal, akkor én nekem a testem megmozdul, ha akarom, ha nem. És, de akkor lehet, hogy zenét kellett volna tanulnod, nem? Vagy valamilyen hangszeren? Azt is csináltam, tehát közben a gitárra az volt a bajom, hogy egy helyben kerülni. Erre nem voltam alkalmas, ezért maradt mindig a táncra való, vagy a zenére való mozgás. És aztán elmentem musical színésznek. Ez volt a nagy terv, akkor énekelni is fogok, zenéhez lesz minden közöm. Megvan. Tánc is ott van, ez az én utam. És egyébként pont amikor ebbe a musical képzőbe jártam, akkor történt egy balesetem. És ez vezetett rá a fitnessre, tehát lementem egy rehabilitációra, ott meghallották, hogy táncos voltam, akkor épült ki az aerobik, akkor kezdett kivirágozódni, és kaptak a többiek azon, hogy na, akkor álljuk be órára, és két hét már tulajdonképpen órákat tartottam, mert nyilván a tánc múltammal az aerobikban mondjuk azt, hogy nagyobb tudással, több tapasztalattal bírtam, mint az akkor kezdő aerobikosok. És akkor neked ugye kulcscsonttörésed volt. Kulcscsonttörésem volt. És te így mentél le, hogy mégiscsak lemész egy edzőterembe, hát, hogy megerősítsem magamat, mert nekem akkor azt mondták, hogy hát ezzel a vállal, mert így hagyták, nem műtötték meg, és hogy ezzel nem nagyon fog tudni már sportolni. Tehát egy 17-8 éves fiúnak, aki ennyire sportörült, nekem ez egy teljes nagy halál volt, és akkor mondtam, hogy én a orvosokhoz többet nem. És akkor elkezdtem így magamnak fürdőbe járni, ilyen gyógyfürdőbe, és sportolni. De az tök jó azért, hogy 18 évesen nem hitted el, amit egy orvos mond, mert most mit tudom, én gyerekfejjel, nekem mond egy orvos valamit, akkor azt mondom, hogy hát igen, akkor jó, akkor ez van. Szóval ez tök jó, hogy nem hitted el, hanem azt mondtad, hogy már pedig csak azért is megyek. Hát én ilyen voltam. Az olyan jó. És akkor... Valahol jó, valahol azért ennek is megvan a visszaütője, de most nézzük pozitív oldalról. Ebben az esetben jó, mondjuk. És akkor megismerkedett az aerobikkal, viszont azt mondta, hogy tehát, hogy az érdekelne, hogy a tánc, mert végülis, hogyha már rendbe jött a vállad, visszamehettél volna táncolni is. Hogy akkor miért dölt el az aerobik javára ez az egész? Mert akkor még mindig akkor lehettél volna táncos is. Tehát, vagy csak szerintem úgy ott ragadtál, és azért? A táncban mondjuk azt, hogy egy voltam a sok közül, beálltam, tanultam, volt hova fejlődni. Tehát a táncban egy nagyon magas szintet képviselünk. Az egy nagyon tradicionális dolog. Az aerobik egy újszerű dolog volt nálunk. És az én múltammal ott hirtelen voltam valaki, mondjuk így elkapott a siker íze. Ez hányban volt? Hány kör? 18 éves voltam. Aha, de az akkor, ja, mikor, akkoriban 1993. 93 körül? Hát igen, akkor még új volt az aerobik azért. Tehát 91-2-ben jött be, úgy tudom, tehát egy-két éve ment itthon. És a versenyzés, meg aztán pláne, tehát ugye először csak ment a aerobik óratartás, mint divat, abból lett a versenyzés. Még megnéztem a videót, az edzőm Sinkó Fáni mutatta meg, a Gucogi Gyuri tornászunk indult el egy ilyen versenyen, hát annyira amatőr volt még minden, hogy tényleg nekünk így utólag visszanézve ilyen vicces volt, de nagyjából mi is ott folytattuk, és akkor onnan épült ki, és azt gondolom, hogy egy annyira szép karriert futott be az aerobik sport Magyarországon, meg így a világban, hogy tulajdonképpen elég sokáig ilyen világ másodikjaiként voltunk elkönyvelve. Volt is mesterek tornája, amit magyarokként a második helyen zártuk. Tehát egy fejlődtél az aerobik fejlődésével, fejlődtél igen, te is igen, pont. Igen. Tehát aha, tehát jókor, pont jókor helyen. Kerültél bele. Ma már lehet, nem sikerülnek azok a... Aha, most már nagyon sokan vannak. Sokan vannak, meg az is tovább fejlődött. Tehát az aerobik is elkezdődött egy szövetséggel, és aztán sorra nyíltak a szövetségek. És a végén már el tudtál indulni egy évben három világversenyen, mert mindenkinek megvolt a maga szabályrendszere, van, aki ebbe hitt, van, aki abba hitt, és akkor van, aki ezt követte, van, aki azt követte, és mi is a végén így elkezdted. Már a végén szerintem sok is volt, már nem tudtad, hogy mit válasz. Mindegyikben nem lehettél igazán jó. Van, akinek a tánc volt a fontos, a művészi hatás, ez volt a legrégebbi, de a végén elment már a FIG, az pedig a torna égisze alá tartozó szövetség, ott pedig a torna felé.
az másképp volt látványos, mert ott olyan akrobatikus elemek voltak, amiket egy átlag ember nem is bírt megcsinálni, csak a tornász múlta, nekem ilyen szempontból mázlim volt, viszont nem volt annyira show jellegű. Én meg imádtam a showt, ugye, úgyhogy nekem meg jobban ment a másik, és így partneremmel, Mészáros Rékával párosban. Csak végülis milyen eredményeket értél el? Elmondod, mert tudom, hogy nagyon mindenféle szuper. Hát Tokióban volt, 98-ban nekünk ott érett be ez az egész aerobik versenyzés. Tokióban sikerült megnyernünk a világversenyt, utána Hannoverben. Az ország ugye a második lett, de nekünk a párost azt megnyertük. Tehát világbajnoki címed van ebben a... Igazából abból az a szövetség, mert itt is több szövetség van. Ennek a szövetségnek a legelső, a legrégebbi, ő, neki világkupái voltak. Mi ezt nyertük meg. Uh-huh. Ez tulajdonképpen világkupai cím, de ennek a szövetségnek, mivel nincs világbajnoksága, hívjuk ahogy akarjuk, igazából szerintem teljesen mindegy. Viszont a világbajnokokat megvertük, a bulgárokat, akik a másikban, tehát a FIG-ben voltak világbajnokok, meg előttünk megnyerték a előző évben a tokiói világkupát, úgyhogy végül is hivatalos eredmény az világkupa, de több rangos világversenyen sikerült ilyen eredményeket. Elsőséget szerezni, igen. És miközben ezek a versenyek zajlottak, meg ez az egész időszak, te közben tartottál órát, vagy csak ilyenkor kifejezetten az ember abszolút csak a versenyre tud készülni? Tehát... Pont ez volt benne a szépség, meg a nehézség. Tehát én napi, ebből éltem. Uh-huh. Tehát napközben óratartás, reggel vagy este pedig maga az edzés. És akkor nem érezted azt, hogy ez túl hát sok? Hát de nagyon-nagyon-nagyon túlhajtottam magamat. Nekem ebből lett utána később elég sok problémám, hogy nem tudtam megállt parancsolni. Csak az élet megállított, ahogy azt szokta. Ebből lett gerincsérülésem, gerincműtétem. Volt gerincműtéted is? Jézusom! Hát ez állított meg véglegesen a versenyzésről. Azóta nem. Azóta kihalt a fejemből ez a versenyláz. Bár még később golfot azt elkezdtem, hogy golfban majd profi versenyző leszek. Egyébként az is egy iszonyatosan szép és jó sport, csak hát mindez rengeteg idő. Tehát akkor a versenyláz az elmúlt. Az most lenyugodott, de, igen. De úgy voltál, hogy szeretnél továbbra is azért ezzel foglalkozni, megoktatni. Ezt sose tudtam volna. Tehát én többször megpróbáltam abba hagyni. Még kollégák annak idején emlékszem is, hogy szóbeszéd voltam, hogy csak az mindig eltűnik. Mert voltam egy teremben, és nyomtam, és amikor már tényleg azon úgy keltem fel, hogy nekem már tehát szinte ilyen emberundorra már nem voltam képes bemenni. Nem azért, mert velük volt bajom, hanem magamban valami nem volt kerek. Ezért én mindig valahol külföldre megpróbáltam egy helyet találni, ahol nekem majd jó lesz. Tehát így menekültem tulajdonképpen magam elől. És ezt minden évben megtettem minimum egyszer. De úgy érted, hogy külföldön próbáltál volna új karriert? Bármit, csak új életet. Tehát először nyilván pihenni, csak hogy ne találkozzak senkivel. Senkinek kérdezzen és nem mondjon semmit, hanem csak én saját magam mondhassam azt, hogy ez van, vagy hogy ez jó, vagy hogy én ezt szeretném. De mivel egész nap emberek között vagyok, és sok, tehát azért több száz emberről beszélünk naponta, mert több teremben dolgoztam, és azért mindenhol jöttek az órára. Nagyon sok ilyen barátom lett, vagy legalábbis társasági életet éltünk, és a végén már tényleg fogalma sem volt, hogy én ki vagyok valójában, hanem amiket mondtak a végén, már azt mondtam, hogy milyen zenét tegyek be órára, mert már annyi ötletem sem volt, nem az ötletem, hanem annyira meg akartam felelni a vendégeknek, hogy a végén már ezt is ők mondták meg, hogy ez most jó vagy nem jó, de nem lehet 40 embernek megfelelni zenei stílusban, meg mindenben. És akkor ebből voltak ezek a belső vívódások bennem, hogy mi a jó igazán. És akkor elment, és mindig rájött, hogy mégis inkább ezt szeretnéd abszolút, folytatni. Abszolút, hát kipihentem magam, aludtam egy 3 napot, vagy tengerpart, teljesen mindegy. És akkor haza, és abban a pillanatban folytattam, ott alapba hagytam. Nyilván ez így kellemetlen volt a terem felé, és meg a vendégek felé, mert így nem viselkedünk. Nem kellett volna, hogy ilyen mélyre jussak magamba, és akkor nem tettem volna meg. Tehát ez is megint egy olyan dolog, hogy így utólag azt mondom, hogy ez így volt jó. Ennek köszönhetem azt, hogy ott tartok, ahol tartok. Egyszerűen én is megszívtam a levét, mert jártam egy terembe hozzád. Igen, azt tudni kell, hogy élek így 10 évvel ezelőtt. Igen, nagyon-nagyon régen, tényleg több mint 10 éve. 15 hát ilyen 30 talán, előtt, én 30 éves korom előtt. Igen, és oda jártunk 2 évig, vagy nem tudom, és egyszer csak így Norbi, tudjuk. Hát igen, ez a múltam, ez hozzám tartozik, én tök boldogan fölvállalom ezt, mert ma már tudom, hogy miről szólt. Ott akkor nyilván, amikor az ember benne van egy ilyen mély önkeresésben, akkor azt se tudja, mi van, csak cselekszik, kapkod jobbra-balra. Igen, és most így gondolkodom, hogy ugye ebben a szakmában is nyilván vannak fejlődési pontok, meg lehetőségek, tehát te ugye akkor oktattál. Rájött, hogy oké, akkor gondolom, akkor meg volt ez, hogy rájött, hogy na jó, akkor néha kell egy kis pihenő, de ezzel szeretnék foglalkozni.
És ő gondolom meg volt benned az a vágy is, hogy ennél följebb is szeretné jutni, tehát nem csak oktatni, hanem esetleg termet vezetni, vagy nem tudom, hogy amikor már megnyugodtál, hogy akkor ezt fogod csinálni, gondolom biztos eljött ez a pillanat, akkor hogy rájöttél, hogy enélkül nem tudsz élni, de akkor kitaláltál valamilyen célt, akkor kitűztél magad elé, hogy akkor viszont jó, ezt csinálom, de hogyan lehetne ebbe tovább lépni még? Vagy volt ilyen cél? Abszolút. Ezek így jönnek magától, legalábbis nekem, szerintem mindenkinek. Hogy ugye aerobik oktatóként nagy létszámokkal foglalkoztam, viszont azt láttam idővel, hogy bejár mondjuk az órámra 30-40 lány, vagy nővendég, mert azért fiúk is voltak, és ott is próbáltam ugye hozzájuk mérni a órának a keménységét, nehézségét. Mindig jöttek azért újak, tehát nem szállhattam el, hogy állandóan fejlődünk, viszont azt láttam, hogy akik járnak évek óta hozzám, nekik már ez nem ad annyit, és ők viszont fejlődnének még tovább, mert ott volt bennük a tűz, a lehetőség, időt, energiát szántak rá, és akkor mondtam, hogy próbálj ki személyedzésként, hogy megvan az aerobik, és akkor kiegészítőnek még heti egyszer-kétszer járjanak ki velem a gépekhez, a terembe, és akkor nézzük meg így. És olyan szintű fejlődésnek indultak, mert akkor megkapták már a személyre szabottan csak azt, hogy egy csoportos órán azt csinálod, ami a tömegnek jó, a személyedzésen már azt, ami kimondottan neked szükséges, és az egészségügyi tartástól kezdve, tehát annyira sok mindenről szól, hogy ott óriás lehetőségeket lehet elérni, és amikor ez elkezdődött, na ez tetszett meg nagyon, hogy idáig csak tulajdonképpen játszottam egy játszótéren a többiekkel, egy nagyon jó buli volt, viszont innentől kezdve pedig elkezdtünk egy ilyen egyéni szárnyalást, és ez nagyon-nagyon megtetszett, ez a fajta siker, hogy hogy valakivel egy pár hónap alatt milyen sikert lehet elérni, és az ő életére ez milyen kihatással van, vagy akár az egész családjára. Igen, és kifejezetten neked ezt köszönheti, hogy, és látod rajta a fejlődést. Ez 6 éve kezdtem el durván így komolyabban szinte csak ezzel foglalkozni, és a végén le is épült az aerobik, és most már csak a személyedzésekkel foglalkozom, ebben látom azt a valami pluszt, és a végén pedig ott is a személyedzés, hogy annyira jól tudott működni, a végén úgy lettem szakmai vezető, hogy jobban átláttam már. Azért 22-3 évet csinálom, elég jól belátok a termeknek a működésébe. Elég sok bukásban is ott voltam, ahol a termek tönkre mentek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most per pillanat helyén való, jól tudom működtetni, és elég sok fiatal edző van alattam, akiknek tudok adni az én tapasztalatom, hogy ők hogy építkezzenek. És most ez a hely, ahol te edzel, ez a Fitness & More nevű terem Budán. Én utána néztem, ott is lakom a környéken, tehát eleve tudom, hogy ez a hely egy kicsit több, mint egy fitness terem, mint a többi fitness terem, tehát plusz szolgáltatásokat is nyújt, mint például van ez a fájdalomambulancia, amit először ilyen furán hangzik, meg például én nem is tudtam, hogy hova tenni, hogy ez most akkor mit jelent. De aztán ott is beszélgettem egy-két emberrel, de légy szíves, hogy mondd el annak, akit érdekel, hogy ez miről szól igazából, azon túl, hogy ott edzetek és segítetek alakot formálni. Óvatosan fogok fogalmazni, mert nem szeretek más nevében, és nem az én területem. Tehát én tényleg a személyedző szakmai vezetője vagyok, mert mindennek megvan a maga külön vezetője, aki amiben a legjobb. De ez a fájdalom ambulancia, ez dr. Magyar Mátyásnak a szüleménye, úgy tudom, hogy olyan 8-9, akár 10 évvel ezelőtt már ezt kitalálta, magánpraxisként működött egy kisebb rendelőben, és ami arról szól, hogy húzódások, zúzódások, vagy éppen tehát prevenció és regeneráció, vagy próbáljuk megelőzni ugye a problémát, hogy ne is legyenek sérüléseink, mert éppen lehetett született rossz tartásunk, vagy éppen gyerekkorban kialakult, vagy az iskolát, tehát teljesen mindegy. A lényeg az, hogy eltér a normától, ebben tud segíteni, plusz ha meg már valami műtétre került a sor, akkor pedig ennek a minél gyorsabb való javulása. Egyébként, ami nagyon vicces volt most, hogy 10 hónapja dolgozom ott, és ideig én mindig csak itt távolról figyeltem a fájdalomambulanciát, nem nagyon volt időm elmérni benne, mert volt más feladatom, és 3 héttel ezelőtt elszakadt a bokaszalagom. Szerencsé, igazi pontot. Sportbaleset egyébként, hogy a lépcsőn megyek le, és akkor magam, egy lépcsőt láttam, és 2 volt magam alatt, és aláfordult a bokám. Viszont ugye szerencsém valóban, mert a következő lépés már bent volt a rendelőben, és akkor kaptam rá egy ilyen vákumos jégakut, én így hívom, nem tudom, mi az igazi neve, de a lényeg, hogy nem is engedte, hogy bedúzzadjon, és utána merevítő, minden nap valamilyen fajta kezelés, és 2 hét alatt szinte tünetmentes, és most 3 hét után már bármit csinálok a bokámmal, tehát ezvileg ez egy ilyen 4-6 hetes gyógyulási időszakot mondanak rá átlagosan. Ez a normális.
Aha, tehát ez annak köszönhető, hogy hírt, tehát azonnali segítséget kaptál. Hát egyrészt meg, hogy profit. Tehát, hogyha most otthon elkezdem azonnal jegelni egy mélyhűtőből kivett zöldborsóval, akkor ilyen szinte biztos nem jutok el. Plusz, ami nagyon jó volt még, hogy a Matyi meglátta, hogy föltettem ezt a merevítőt, és elkezdtem lent egy lábon ugrálni a terembe, ez mint ami 4 órával később, és azonnal szólt, hogy most tedd le a lábad és járj. Tehát, hogy nem az van, hogy most nekem egy ilyen problémám lett, és akkor jaj, vigyázzunk rá és óvjuk. Én automatikusan ezt tettem volna, mert hát tényleg egy olyan sérülésért, ami azért nem egy ficam. Aha. És mondta, hogy minél hamarabb tegyem le a lábamat és terheljem, mert annál gyorsabban fog gyógyulni. És akkor a kímélés ugrálás helyett elkezdtem egy ilyen bicegős derültető járást, és az a másik, aminek abszolút köszönhető volt, hogy tehát ha a vérbőséget kap, öngyógyít az emberi szervezet, hogyha kímélem, jaj, szegény én, fölrakom egész nap, spócolom, és nem csinálok vele semmit, akkor leállítom magát az egész keringést, tehát óvom, de terhelni. Tehát akkor ez tök jó, hogy igazából, hogyha valakivel között... ott történik valami, azonnal kap segítséget, és utána meg ráadásul ugye nyomon követik, tehát látják, hogy hogy edzel, és esetleg tudnak szólni, hogy abszolút. Akkor tedd le a lábad, ne tedd le, nem tudom, tehát a gyógytornászainknak pont ez a lényege, hogy megtörténik a baleset, vagy bármi ilyen, amiben hozzánk kerülnek, a Matyi felméri az ő helyzetüket, akkor kerülnek az adott szakemberhez, és a gyógytorna után már lehet nálunk maradni tornázni. Ez a másik, ami egy nagy kihívás a teremnek, tehát a szemléletnek, hogy szeretnénk az embereket szépen lassan visszavezetni a sportba. Tehát nagyon sok olyan kerületi vagy idősebb ember is jár, akinek valamilyen fajta problémája van, akkor bekerül a rendelőbe, és akkor nem azt mondja ugye az orvos, hogy menjen el egy terembe és sportoljon, drága anyuka, momika, hanem azt mondja, hogy itt van nálunk a bérlet, kap egy edzőt, és akkor szépen lassan a gyógytornász be tudja őt vezetni a sportvilágába. És ott van helyben. Így van. Tehát oda-vissza működik, egymást építi a két hely. Ilyen egyébként tudomásom szerint nincs is Európában, legalábbis még a közelben nyugaton biztos, hogy nem, talán Svájcban van a legközelebb olyan profi műszerek, amik egyébként rendelkezünk. Meg a MOB-ban, a Magyar Olimpiai Bizottsággal van együttműködésünk, például most minden olimpikon volt nálunk valamilyen fajta felmérésen, tehát nagyon professzionális eszközökkel bír a terem. Egyáltalán nincs kiaknázva, az egy nagyon úttörő az, amit képviselünk. Ezáltal nyilván nagyon nehéz, de egy ilyen helyen jó szakmai vezetőnek lenni, ahol egy olyan messzi jövőkép van, és annyira előrehaladottak vagyunk a másokkal szemben, hogy ez egy tök jó és nemes, szép dolog, de majd dolgozunk érte, mert hiszünk benne, hogy jó lesz. Tehát akkor szükséges. Igazából egyébként nem csak az mehet oda, aki ugye oda jár abba a terembe edzeni, hanem az utcáról bárki bemehet, hogy van valami problémája, és akkor esetleg ugye ott tudják egyébként helyben gyógyítani. A fájdalomambulanc az inkább így is működik, tehát azért ritka az, hogy nálunk sérülés van, és akkor valaki oda kerüljön, tehát ez egy ezrelék. Igen, mert valahogy én úgy képzeltem, hogy akkor ott ilyen sportsérülés, tehát nem, aki ott nem. megsérül, hát akkor nem várunk. De akkor nem erről van nem szó. Nem ebből szeretnénk megélni, hogy az emberek összörülnek, aztán gyorsan le is kezeljük őket, hanem abszolút az utcáról jönnek az emberek, és őket kezeli a orvosi részlegünk. És akkor te szakmai vezetőként egyébként ott, tehát mi a dolgod? Te megmondod, hogy milyen órák legyenek, milyen aerobik nem, órák? Nem, meg... az aerobik az a csoportos, arra is megvan a külön szakmai vezetőnk. Én kimondottan személyedzőkkel foglalkozom, nekem az volt a feladatom, hogy minél több szakmailag is magasan képzett edzőt hozzak a terembe, és a vendégeket szépen lassan rávezetni arra, hogy mennyire nagy szüksége van a személyedzés, mennyire nagy szükség van a személyedzésre, mennyivel profi, mennyivel gyorsabban és jobban lehet haladni, ki lehet kerülni olyan akadályokat, amiben nagyon sokan belesétálnak sajnos, hogy valóban már sérültként kerülnek, tehát edzenek maguktól, megsérülnek, elkerülnek a gyógytornászhoz, majd visszahozzánk egy személyedzőhöz, és igazából ezt szeretnénk kikerülni, hogy ma már elég sokan vannak azon a tudati szinten, hogy minél profiban akarnak valamit csinálni, és azért ma már tudjuk azt, hogy bármi, amit csinálsz, mindenben megvan az, akit lehet követni. Tehát, hogy most miért kezdjen el valaki egyedül magáltal felmérni, hogy kell helyesen sportolni, vagy mozogni, amikor oda megy egy szakemberhez, és megtanítja őt akár mondjuk 10 alkalom alatt. Tehát én senkinek nem engedném egyébként azt, mert látunk olyan dolgokat a termekben, hogy a hajam kihullik, de nem segíthetsz mindenkinek. Tehát én mehetek oda hozzád, hogy figyelj, ez a guggolás ide és ide vezet, mert megtettem nem egyszer, és volt, aki úgy elhajtott, hogy... Tényleg? Aha. Még volt, hogy egy kismama is, pedig 6. hónapban volt körülbelül, és mondtam, hogy szerintem azt nem kellene, vagy hogy kellene, és mondta, hogy köszöni szépen, majd ő tudja, mert ő azt olvasta, vagy azt hallotta, vagy azt mondták, és
ezek azért így nehéz szakmailag e fölött szemet hunyni, de el kell fogadjam azt, hogy a termet mindenki arra használja, amire szeretné vagy gondolja. Uh-huh. Mi ott vagyunk segítségként, bárki hozzánk fordulhat, mindenkinek segítünk, csak ők indítsák el ezt a vonalat, ne én mondjam, hogy neked kell. Igen, szerintem az tényleg lehet, hogy jellemző, hogy amikor valakinek már valami baja van, akkor fordul segítséghez, nem akkor, mert akkor elveszettnek tűnik. Igen, akkor már nem tudja, mit csináljon. El van, akkor azt mondja, én kitaláltam magamnak, megyek és csinálom, de igen, én azt mondom, legalább egy 10 alkalom, amikor az ember egy edző fölmeri tényleg is megmondja, hogy ez biztos, hogy ne csináld, sőt, ilyen hibáid vannak, akkor ezt inkább így csináld, és utána ő is rá fog jönni arra, hogy sokkal többet tesz önmagáért így. Most akkor te igazából a szakmának úgy érzem, hogy a csúcsán vagy. Tehát szakmai vezetőként hova tovább van? Nem tudom. Hát nem tudom, ezen sosem esetleg gondolkodtam. Esetleg még egy saját termed mondjuk, vagy nem tudom, de hát igazából nem gondolkodom ilyenekben. Ugyanaz. Milyen vágyaid vannak még ezen kívül? Milyen egyéb céljaid vannak az aeróbikon kívül? Én egy olyan típusú ember vagyok, aki nagyon nehezen fogad be idegen információkat, újakat, hanem egyszerűen mindent meg akarok tapasztalni. És azzal, hogy ugye tornáztam és aeróbik versenyző voltam, ezáltal nagyon szívesen és nyugodt szívvel tanítok aeróbikban, vagy épp a testtel való mozgást hétköznapi embernek, egyébként akár sportolóknak is. Mert ezt ott végigjártam, ott is azt gondolom, hogy elértem a csúcsot, tehát lehet jönni hozzám, nem fog hülyeséget mondani. Viszont elindult az életem 30 éves koromban egy ilyen önismereti vonalon, pont azért, hogy ezt a sok hülyeséget, amivel annak idején bírtam, azt többet ne csináljam, és elkezdtem foglalkozni magammal, először csak így autodidakta módon. Hát a belső magaddal is, úgy érted, nem a testeddel. Nem a külső. Igen. És hát ott meg szembehozott az élet elég sokféle tanítóval, mestere, gurúval, voltam Indiában egy 40 napos meditáción, meg még egy jó pár dolgot kipróbáltam. Erről kíváncsi egy picit szeretnék miről kérdezni szól. Téged az Indiáról. Az Indiáról. Igen, hogy mi volt a célod azzal, hogy oda menj? Értem azt, gondolom, hogy kutasd önmagad, de nem tudom, ez abban az időszakban volt, amikor mindig elmenekültél, aztán... Ne, azután, tehát igazából ettől volt. Lett vége. Aha. Volt egy ilyen, egy fél éves amerikai kiruccanásom, amikor végleg elhagyom az országot, ez volt az utolsó ilyen menekülésem, és ott találtam igazából magamra, mert ott tényleg egyedül voltam, abszolút nem aerobikkal foglalkoztam, egyszerűen csak voltam, és nem volt más dolgom, mint minden nap szemem tükörben nézni, hogy mi a jó nekem, mit szeretnék én, és ott indult el ez a fajta belső önfelismerés, és aztán kezdtem el ezt kicsit komolyabban űzni, és így kerültem ki Indiába egy tanító által, de teljesen magunk útja volt, tehát nem arról szólt, hogy viszünk egy csoportot, és akkor ezt kell csinálni. Nagyon tetszett egyébként az benne, hogy napi 3 meditáció volt, amikor tényleg így csoportosan mindenki magával el van foglalva. Úgyhogy sosem mondta azt az ottani guru, hogy ez a jó, vagy az a jó, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Egy mondat nem hangzott el a szájából, csak ott voltál, jelen voltál, és mindenki úgy fejlődött és haladott a maga útján, haladt, ahogy tudott. Uh-huh. És hiába mentünk mi is 12-en, 12 különböző ember, férfi, nő, fiatal, idősebb, mindenki teljesen más tanult és tapasztalt, és hát ennél tisztább tanítás szerintem nincs. Mint hogy elég sokan mondjuk itthon is megmondják, hogy ez a tuti, ez a jó, ezt kövesd, mert ők abba hisznek. Aha. Neki lehet, hogy igen, de én megtapasztaltam ezzel azt, hogy nem követünk senkit, hanem jussunk el oda, hogy egyáltalán halljuk azt, hogy itt vagyunk mi magunk is, nekünk is vannak ott belül igazán jó és olyan gondolatok, amik tényleg mi vagyunk, és ezt senki nem fogja soha tudni megmondani, hogy mi a jó nekem igazán, csak én fogom tudni érezni. Ha én valakivel beszélgetek, akkor én is valamennyire rá tudok hangolódni, vannak elképzeléseim, de részben rólam szól. Uh-huh. Tehát próbálom inkább az embereket is megnyitni azon téren, hogy magukra hallgassanak, és nem én személyedzésként irányítom az életüket, hanem nagyon-nagyon jó beszélgetések zajlanak. És ahhoz, hogy az ember így tényleg egy kicsit így magára tudjon figyelni, vagy a belső hangjára, érzéseire tudjon figyelni, ehhez szerinted szükségszerű ez, hogy egy kicsit elvonulj, és így egyedül legyen, illetve nem voltatok egyedül, mert többen voltatok, de mégiscsak rá volt voltatok lehetőség készül, egyedül hogy lenni is. Van kutassatok. Tehát, hogy kell ehhez ez, megint egy ez olyan, az egy hogy hónap van elmenni. Uh-huh. Tehát én megint erre azt tudom mondani, hogy ez én nem mondanám senkinek, hogy ezt csináld, én elmondom, hogy én ezt csináltam, nekem ez vált be, de 10 emberből 2-nek tök jó lesz, 2-nek tévút lesz, a másik 6-nak meg
azt fogja mondani, hogy hát nekem ez nem jött. Tehát ilyen semmit nem fog adni neki. Uh-huh. Sok mindenkinek ez teljesen jó volt, akik ott voltunk. De ott is találkoztam olyannal, aki többet nem is ment, és neki ez egy ilyen, végülis egy vakációnak fogta föl, meg bőröndel jött haza és bevásárolt, meg inkább ott hagytuk még a papucsunkat is azoknak a szegényeknek, uh-huh. akiknek ez egy akkora élmény volt, hogy egyszerűen jó volt látni azt a szemükben, hogy tényleg miknek tudnak örülni emberek. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt azt a fajta nyugat-európaiként megélni azt a fajta keleti szegénységet. Olyan tapasztalás, amit nem lehet könyvekből elolvasni. És én ezeknek örülök nagyon, hogy volt szerencsém uh-huh. megélni azt a fajta tiszta szeretetet, amit ott ki tudtak hozni belőlem, hogy nem arról szólt. Tehát nem az anyagiakról szólt semmi, hanem csak arról, hogy tudjál elfogadni egy olyan egyszerű embert, aki azért, mert neki nem adatott meg és oda született, ugyanon értékekkel bír, mint én, vagy bárki más, sőt, azért voltak ott közöttük olyanok is, akik olyan szempárokat láttam, hogy európai ember nyomában nincs. Uh-huh. Tehát úgy csillogott a szem annak a kisgyereknek, hogy hihetetlen. Tényleg látszott, hogy tele van uh-huh. értékkel, uh-huh. szeretettel. Csak ő maga kis egyszerű módján ott Indiában megélte úgy, ahogy neki megadatott. És az a megtapasztalás, meg nyilván a meditációt is végül is valamilyen szinten így el tudtad sajátítani, meg ezek a tapasztalatok, ezek hazajöttél, és nyilván megint bele a nyüzsgésbe, a hétköznapi életedbe, azóta, tehát tudod hasznosítani az ottani tapasztalataidat? Most nem azt kérdezem, hogy tudsz-e naponta 3x20 percet meditálni, hanem ami az elmédbe ott befurakodott, azt itthon is tudod-e hasznosítani? Vagy a munkád során akár az életedben? Abszolút. Viszont számomra, és ezt megint mondom, hogy nekem, az igazi tanulás az volt az egészben, hogy itthon elég sokat kezdtem meditálni. Ezután, ott ugye, mivel napi szinten ott volt, és nem volt más dolgom, teljesen kipihent volt az agyam, nem kötött le semmi a befelé figyelésben. Itthon elég sok minden leköt. Viszont az igazi meditáció az nem ez. Tehát a meditáció szó maga számomra annyit jelent, hogy jelen vagy abban, amit csinálsz. Az, hogy most én ülök és beszélgetek, jelen vagyok, és nem azon gondolkodom, hogy mikor kell elindulnom, vagy mi vár még rám ma, vagy teljesen mindegy, uh-huh. hanem teljesen agyam jelen kizárva, vagy. Egy jelenben lévő uh-huh. kellemes beszélgetés veled. És ez egy, tehát ha az ember így él, akkor ez tölt. Nem tudok miben lemerülni. Mert a merítés maga az, hogy itt ülök, közben azon jár az agyam, hogy, és szépen lassan tönkretettem a napomat, így fekszem le, így kelek föl. Tehát az, aki így éli az életét, ő hiába fog reggel este 20 percet meditálni, és éppen 20 percet kizökken, nyilván az is egy lépcső, valahol jó. De én nem azt javaslom, hogy az ember elvonuljon és zarándokoljon, és a világtól félrevonul, akinek menni kell, menjen. Tehát én is mennem kellett, mentem. De nem ez az egyetlen út egyáltalán. Tehát a hétköznapi életedben is ugyanúgy megtartaná ezt a belső mindenbe. Nyugalmat Igen. végül is. Abszolút. És ezt te át tudod adni tehát a személyedzés során? Tehát ugye erről beszéltünk igen. már, hogy na, tehát hogy ugye nem csak arról szól egy edzés számodra, azt hiszem, tehát most már igen. így úgy látom, hogy akkor 2x3 így, meg 4x5 így, hanem sőt, legkevésbé akkor... sem erről szól. Csak ha mondjuk azt mondanám, hogy gyere, üljünk le és beszélgessünk, akkor nem jönnek. Az embereknek ez olyan, mint egy pszichológus lennék, vagy valami, nem, ember nem szívesen megy, én nem vagyok beteg, nekem nincs szükségem segítségre, ezért minek? Uh-huh. Ha viszont edzésgyanánt lejönnek, és akkor már elkezdünk beszélgetni, akkor szépen lassan bele lehet csempészni, és a végén már volt olyan, akivel többet beszélgettünk, mint edzettünk, mert az életének egy olyan szakaszát élte, ahol pont legkevésbé sem a külsőség érdekelte, hanem inkább az, hogy elakadt valamiben, és akkor azt meg tudja oldani. És nem én oldottam meg, hanem egyszerűen csak beszélgettünk, és szépen lassan ő benne jött felszínre olyan gondolatok, hogy kéne csinálnia, és akkor elkezdte csinálni, és akkor ez megoldódott. Utána megint uh-huh. tudtunk sportolni. Uh-huh. Szóval mindennek megvan a maga ideje és helye. Én nem mondom azt, hogy ez az önismereti kérdés sem lehet jó mindig mindenkinek. Ehhez idő kell. Ha éppen két gyermeked van, akkor lehet, hogy nem ez a legfontosabb dolog az életedben, bár azt gondolom, hogy abban is nagyon jól meg lehet látni önmagadat. Tehát egy gyereknél nagyobb tükör meg nincs a földön. Ha őt figyeled és problémáid vannak, hogy ez a gyerek hogy viselkedik, akkor nézd meg, hogy mitől olyan, az visszatükröződik rád, már elkezdesz jelen lenni magadban. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog, bárhol bele lehet csempészni a tudatosságot, magát, és a meditáció pedig végül is az. De ez milyen extra dolog már, nem azért, hogy valakinek megy személyi edzője, de közben még így
így nyitott erre az egészre, és szerintem ez fantasztikus. Mert ennek nincs még igazán szakmája, tehát amit én most csinálok, ezt az nem egy olyan... Hogy összeötvözöd, nem? Igen. Vagy valami ilyesmi? Igen, mert nem hiszek csak az egyikben. Tehát az ember sportolhat, és én is csak sportoltam, és mégis milyen állapotok túltak bennem, a lelkemben, meg az elmémben. Uh-huh. Utána csináltam csak azt, félrevonultam, és akkor meg hiányzott a sport, meg az emberek. És számomra ez az igazán kerek élet, amikor tudom csinálni ezt is, meg azt is. Kicsit szeretném ezt majd nagyobban, tehát hogy így emberekkel beszélgetni, most mondjuk, hogy éppen tanfolyam, vagy szeminárium, vagy milyen úton, módon. Egy könyv sem állt távol tőlem, azt is már egyszer-kétszer elkezdtem, de rájöttem, hogy abban is elég gyenge vagyok. Úgyhogy, miben? Az írásban? Az írásban. Uh-huh. Tehát, hogy egész mások a gondolataim, mint amikor elkezdek írni róla, ezt külön vagy tanulni kell, vagy pedig valakinek ez jön belülről. Nekem nem jön, próbálkozom vele, vagy egyszer lesz belőle valami, vagy nem, de rengeteget tanulok az általam, csinálom. Valakinek, aki megírja, tudod. Ez is benne van már a fejemben, csak még időm nem volt, hogy ezzel foglalkozzak. Egyszer majd. Tehát de ez végülis miről szólna? Erről, hogy ez a kerek csomag, amiben én hiszek. Uh-huh. Tehát, hogy én annyira sok embernél látom azt, hogy esetleg tehetős, gazdag, tehát nagyon sok minden megvan az életében, ami miatt nem kell már aggódnia, vagy nem viszel több időt, és mégsem azzal foglalkozik, ami a gyenge pontja, hanem még tovább építi azt, amiben már amúgy is tök jó. Uh-huh. És én ezt nem tartom, nem az, hogy jónak, de így nincs tovább lépés. Tehát ha valamiben jó vagy, és abban még jobb leszel, akkor hol van a fejlődés? Ez egy bizonyos szint után. Tehát ha bankszámládon van 100 millió, akkor a következő 100 millió már nem lesz olyan nagy szám tőle, de ha viszont megoldottad azt a fajta problémádat, hogy mondjuk megtanuljál szeretni, vagy éppen tudjál gyerekeddel foglalkozni, lehet, hogy sokkal többet ér, és egyénileg sokkal jobban fejlődsz, és meg a pénzzel is másképpen fogsz bánni. Tehát én a keretcsomagban hiszek, pont ezért, mert nagyon megjártam a spirituális mélységet, magasságot, meg a siker sportban elért álomvágy kiteljesedését. Egyébként szerintem ez jó emberismerőnek is kell lenned, amit most így mondasz, hogy most lemegy hozzád valaki 100 kilósan, és akkor azt mondja, na, akkor csináljuk, és akkor szeretnék lefogyni, de aztán közben meg te már tudod, hogy lehet, hogy nem csak attól 100 kiló, hogy sok tortát eszik, hát egyből elkezdek beszélgetni. Én például egy ilyen vendégemmel azt csinálom, hogy fölteszem a futópadra, emelkedő sétam, mert ugye nem terheljük futással a ilyen túlsúlyos testet, ízületeket, és séta közben akár egy órán keresztül sétál, és beszélgetünk. Uh-huh. És a végén végülis tényleg az zajlik, hogy nem akarom kimondani, de nem kimondtan edzésről van szó. De csak ez a kettő együtt működik, hat, így van. Is. Nekem a sikereim, tehát a vendégeimmel elért sikernek a 90% az inkább erről szól, és nem csak arról, hogy ostor alatt állok, és akkor na még 10, na még 20, meg ez a gyakorlatod, hanem látni kell azt, amikor a vendégnek gyengébb napja van, amíg nem beszélik ki magából, addig úgyse fog tudni rendesen edzeni, mert vagy agresszív lesz tőle, a befelé folytásra a feszültségtől, ha pedig agresszivitás viszi az edzésbe, ott jönnek a sérülések. Tehát én akkor mindig elkezdünk beszélgetni, szépen lenyugtatom, és közben elkezdünk, és minden vendég azt gondolom úgy távozik a egy órás edzés után, hogy abszolút megérte lejönni, mind testileg, mind lelkileg, töltődik. Uh-huh. Ez az épp testben, épp lélek, ugye? Tehát ez tényleg így igaz. Hát igen. Tök jó, hogy ilyen dolgokat mondtál, de muszáj egy-két praktikus tanácsot kérdeznem tőled, mert biztos, hogy vannak olyan nézők, akik most ott ülnek, és azt mondják, hogy na jó, de mondd már meg, Normi, hogy mit csináljak, hogy egész nyáron lángost tettem, meg fagyit, meg nem tudom, mit csináltam, hát, sportot, nem volt időm, és hogy mondjuk szeptember, tehát most jön ugye az ősz, esetleg akinek gyerekei vannak, kevesebbet tudott nyáron sportolni, valóban most már iskolában van, a Covid-ban, nem tudom, hogy egy ilyen őszi újrakezdést mit tanácsolsz, vagy nem tudom, de hát nyilván most ez egy... Nem jövök azzal sabon szöveggel, hogy jöjjön a terembe, keressen fel személyedet, és akkor... Hogy mivel nagyon, kezdje valaki. Ami a nehézség megint ebben, hogy futás adott, ingyen van, nem kell hozzá semmi, ki kell menni, idő kell, és ne kell ezt hozzá csinálni kell. Viszont azért látjuk a fájdalomambulancián keresztül, meg személyedőként is, hogy elég sok olyan ember jön hozzánk, akik a futásra tették tönkre magukat. Uh-huh. Egyébként nekünk van egy futás-járás elemző gépünk, ami teljes mértékben megmutat rólad mindent, hogy futsz, és akkor éppen hol terhelsz, hol mit teszel tönkre, hol tartasz most, és ebből X terhelés után milyen problémáid lehetnek. És tulajdonképpen megtanítjuk az embereket futni. Ez is egy olyan dolog, ami egy 10 alkalmat vesz igénybe, hogy ha már mész, és az idődet, meg az energiádat rászánod, akkor legalább helyesen csináld, mert előbb-utóbb visszanyol a fagyi.
De ez megint akkor jövök ugye az okosságaimmal. Attól függetlenül persze mindenkinek, ami adódik, bármi csak tegye meg, menjen le, ússzon, fusson, sétáljon az erdőbe, bármi jó, ami egy kicsit fölviszi a púzusát, kizökkenti a gondolatait ebből a monoton munka, vagy éppen a család világából. Tehát én azt gondolom, mindenkinek szüksége van arra heti háromszor minimum 1-2 órára, hogy önmaga lehessen. És ez kevés embernek adatik, mert az egészben ez a legszörnyűbb, hogy, hogy ide juthatna végre az emberek nagyon nagy százalékan, hogy ennyit, ha ennyit nem engedsz meg magadnak, akkor mit? Tehát nem élhetünk rabszolgaként, mindegy, hogy most minek vagy a szolgája, a családnak, a pénznek, a főnöködnek, a karrierednek, vagy bárminek. Tehát valahol, ez egy heti valahol, háromszor egy órát legalább. Igen, tehát ez annyira, ha kiszámoljuk, ez annyira semmi, igen. És valami hihetetlen, hogy milyen sokat tud adni, mert abból már lesz egyébként a heti három órából már lesz 4-5-6, és a végén az ember rájön arra, hogy úgy is működik az élet, ha nem kattogok minden órában azon, hogy már megint mennyi feladatom van. Hát csinálom, de nehéz, tehát én aláírom, tehát nézem az anyukákat. A rendszeresség a nehéz. Hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Hát igen. Könnyen beszélek én itt a hát neked székből. Is van gyermeked. Oké, de azért egy anyának egészen más. Tehát a óvi, bölcsi iskola, ők hozzák viszik, korlátozódik az ő lehetőségeik. Még egy férfi azt mondja, hogy az a dolgom, hogy pénzt keresek, és akkor akár este 8-ig és 10-ig tudok dolgozni. Ez azért másról szól. Tehát igen. Azért ez így sokkal nehezebb. Mindegy, de a lényeg az, hogy mindenki próbáljon meg, igen, legalább csak pár csináljon. Órát és rendszeresen. Vagy ha szedj össze a szomszéd nénit, vagy a kollégák fogjanak össze, és menjenek ki biciklizni, sétálni, teljesen mindegy, csak valami történjen, induljanak el ebből a beleültem az életembe, hát én így jártam, és tehát ilyen nincs. Ilyen nincs. Olyan sok csodát sikerült végignéznem, így lenne a termekben, hogy tényleg az embereknek hogy változik meg az életük, és hát ennél szebb dolog nincs. És hát ő rajtuk is látom, hogy ennél többet ők igazából nem kaphatnak, mikor valaki a saját életével elkezd haladni egy olyan irányba, ami sekélyesebb volt. Igen. Ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani egy történetemet. Én egész kiskorom óta víziszonyos voltam, vízbe fulladtam másfél évesen, és onnantól kezdve jött mindenféle, ami vízzel kapcsolatos negatívum. Most mindegy, éppen a cikisztek, hogy iskolába jártam, és úszogumi volt, és vacogtam a Balaton partján 40 fokban, mert annyira féltem most tégen is, csak hogy vízben essek, mert annyi vizet nyeltem már, és annyira rossz élményeim voltak, hogy ez 25 éves koromig kísért, és akkor mondtam azt, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy körülöttem mindenki úszik, gyerekek, nagymamák ugrálnak a stégről, a szikláról, hogy ez valami őrült gáz, hogy én mitől vagyok ilyen sérült. Csak ugye beszélgettem anyuékkal, mondták, hogy ez történt. Te addig nem is tudtad? Tudtam, de nem ezzel foglalkoztam. Tehát én el voltam azzal foglalva, hogy a víz az gáz. Csak nem akartál bemenni. És olyan szintre süllyedtem saját magamban, hogy a reggeli arcmosás is, tehát hogy tenyerembe vizet nem mertem megmosni, hanem leráztam, és akkor megtöröltem, mint egy cica nagyjából. Ez volt a reggeli arcmosás. Az, hogy kádban ülve, szigorúan, tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz élményeim voltak. És akkor mondtam, hogy én ezt meg akarom valahogy oldani. És elköltöztem egy olyan lakóparkba, aminek volt medencéje, meg jacuzzia, és minden reggel, este és reggel, vagy minden nap reggel és este lent voltam a medencébe, és elkezdtem barátkozni tulajdonképpen a vízzel. Volt befoglalt, tehát ilyen tök ciki volt, hogy röhögtek rajtam ott gyerekek is, hogy bárki bátrabb volt nálam. Viszont egy év alatt eljutottam arra a szintre, hogy szinte zéróra teljesen megszűnt ez a fajta félelmem. Hajóról, szikláról, bárhonnan vízbe ugrok. Tehát nem tudom elmondani azt az élményt, hogy ezáltal mennyivel kerekebb és szabadabb és boldogabb életet élek, pláne, hogy van egy fiam, akit azért csak meg kell majd tanítani úszni. Hogy néznek ki, hogy ő már minden tud, apuci meg a stégen ül, és jaj, kisfiam, csak nehogy víz elemerülj. Szóval ez egy olyan súlyos mély korlát, hogy így is lehet életet élni, és ha ezt nem csinálom meg, akkor így élem az életemet, mint nagyon sokan, akik azt mondják, hogy hát én így jártam, én ilyen vagyok, ilyennek születtem, ez a karmám, mondunk mindent. De ez egy olyan erős tapasztalás számomra, hogy ha ezt megtudtam, akkor igazából bármit. Szóval ez egy nagyon-nagyon, ennél nagyobb dolog szerintem nincs az ember életében, amikor önmagát sikerül átvinni egy olyan korláton, ami egy életet meghatároz tulajdonképpen. Ráadásul és nagyon sok egyedül. Embernél látom. Én ilyen vagy, én önjáró vagyok, én nagyon nehezen nyúlok, vagy megyek segítségért. Pont azért, mert nem hiszek senkinek, én abban hiszek, amit megtapasztaltam. Úgyhogy mondanám azt, hogy ezt ajánlom mindenkinek, aki már ott tart, hogy nagyjából tisztában van magával, akkor nézze meg, hogy mi az az olyan korlátja. Szerintem levetkőzhető, mindenen felül tudunk kerekedni, nincs olyan, hogy velem született, és én így jártam. Kényelmes, de nagyon-nagyon
sok olyan dolgot vonz magával, ami nélkül egész másképp élhet az ember, sokkal szabadabban, szebben, boldogabban, kerekebben. Van még valami, amit szeretnél megosztani a nézőkkel? Hát esetleg még van egy nagyon kedves sztorim. Volt egy 70 éves vendégem, akinek hozzám járt a fia, a felesége, meg az unokája, és végül a mamát is lehozták, hogy ő is szeretne belekerülni ebbe, hogy mindenki annyira változik, és már elkezdtek másképp étkezni is. És ebben is azt tanácsokat, Igen, de nem úgy, hogy ezt csinált, hanem ugyanígy elmondom az általánosat, hogy nyilván a cukor, meg stb. Milyen hatással van a szervezetedre, és akkor most mit csinálsz, ahhoz képest miben tudsz változtatni, hogy mondjuk idd meg a kávédat fele cukorral, vagy csak mézzel, majd 3 hónap után próbáld meg annélkül, tehát így szépen lassan. De azt nem mondom, hogy ma reggel ennyi grammot és ebből sonkát a kenyérrel. Általános, tehát ő érezze meg, ő foglalkozzon vele, és ő benne nyíljon ki az, hogy mit szeretne valójában, mert az lesz az igazi. Szóval lement az egész van egy olyan gyakorlatunk, hogy könyöktámasz. Sokan ismerik ezt a Plank nevű gyakorlatot, ami alkartámasz, egy fekvőtámasz póz, és a könyöködön alkaradon támaszkodsz. Igen. Aha. A Plank az egy szabványtartás. Ott megmondják, hogy miről szól, és az általában ilyen egy, max. Másfél percig tartják. Én a kitartást viszont azt meg pont egy ilyen szellemi-lelki harcnak gondoltam, hogy egy egész másfajta tartásban van, és legfőképpen a hasizomról szól. És ebben a pózban elhelyezkedünk, egy átlag ember olyan másfél percig bírja, egy jó állapotban lévő sportoló olyan 3 percig, és akik csinálják rendszeresen, 5 percekig szokták fölvinni, az már tényleg azt mondom, hogy nagyon jó. És Kati nénivel ezt elkezdtük, ő is pont másfél percnél tartott először, és minden héten valahogy az volt benne, hogy amikor csináltuk, hogy még egy picit ráhúz. És képzeld el, hogy most nem tudom pontosan mennyi idő alatt, durván fél év alatt eljutott 13 perc, 0-4 másodpercig. Tehát ő csak ott betámasztotta magát, és csak tartotta. Egy olyan testtudatossága volt, és ez is visszaköszönhető annak, hogy egyébként tornász volt gyerekként, szertornázott fiatalon, és ilyen a test. Tehát a test egyszerűen tényleg nem felejtő. Őt vissza lehet hozni bárhonnan, és ez egy 70 éves hölgynél, aki nem sportolt már nem tudom hány 10 éve, hanem tanárként járt be az iskolába. Szóval ezek olyan sikerek, hogy ezt egyszerűen elmondani nem tudom. És neki meg lett egy olyan élmény megint az életében, hogy most vehetett volna neki bármit az ember, vagy adhatott volna bármit, de az, hogy ő magától honnan, hova jutott el, és mit ért el, ennél nagyobb dolgok és csodák nem nagyon vannak tehát az ember életében. Tehát elküzdötte magát. Abszolút. Is. Sőt, hát a teremben senki nem tudott ennyit tartani egyébként rajtam kívül, mert nekem ez volt mondjuk nyilván a hobbim egy időben, és akkor elértem egy szintet, de edzők sem tartottak 5 percnél tovább, mindenük fájt. Kati néni meg beállt, és mindenki jött, ment, a Kati néni mindig ott volt, és tartotta. Szóval egy ilyen kis élmény volt ott a teremben, külön ez kis meg jelenség. Meg hány ilyen élményed lehet még? Igen, én tudnék pár mentig mesélni, de... Meg még ez azt is bizonyítja, mielőtt lezárnám ezt az egész beszélgetést, hogy végülis időskorban is azért el lehet kezdeni. Nem hát oké, hogy ő régen csinálta, de van más érdemes is. Akár 50-60-70 évesen is, ha addig nem, de elkezdeni valamit. Nekik legfőképpen azért, mert azért 50-60 évesen könnyebben jön már a depresszió, hogyha az ember nyugdíjban van, vagy afelé közeleg, akkor az ember már elkezd gondolkodni, és egy ilyen űr keletkezik az életében. Na, arra például tökéletes maga a sport. Hiába nem sportolt, akár egész életében vannak olyan gyakorlatokkal, amikkel lehet őket erősíteni, és akkor rávezetni, vagy éppen lazítani, kinek mire van szüksége. És nekik is, amikor lejárnak már egy ilyen közösségbe, találkoznak olyan hozzájuk hasonló korú emberekkel, akik szintén idejárnak, már is kapcsolatokat lehet létrehozni. Szóval a sportot akárhogy nézem, tényleg születéstől a végéig, bármikor, bárkinek, csak megvan a szint, hogy ki mit, de csinálni kell. Igen, igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szerintem egy csomó jó tanácsot kaptunk, nézők is, hallgatók is, és én mindenkinek azt javaslom akkor, hogy ne csak a testével foglalkozom, hanem a lelkével is, illetve a kettővel együtt, hogyha lehet, mert akkor ezek szerint, ahogy te is elmondod, ez a legjobb. Kettő együtt jár, tehát ez hiába vagy boldog, ha nincs kivel megosztanod. Igen. Sok mindent lehetne még mondani, de igen. Hát csinálni köszönöm kell. Szépen. Én akkor is köszönöm, hogy itt lehettem. Köszi.